Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. A családunk szombathelyi, tehát bennszülött család. A nagyapám, Brenner Tóbiás, a szombathely polgármestere volt, és 10 gyermekkel rendelkezett, édesapám volt a 10. gyerek. Ennek következtében én ugye az édesapámnak az utolsó gyermeke voltam, a legfiatalabb, én voltam a legfiatalabb unoka. És ennek az volt a következménye, hogy mikor én születtem, a nagyszülők már nem éltek. A nagymama, a Brenner nagymama az 1 évvel előtte halt meg, mint hogy én megszülettem, a nagyapám az pedig 1919-ben. Ugye a nagyapám az nem volt gazdag, nem is lehetett 10 gyerekkel, hanem a testvére, aki legény ember volt, Brenner János, ő volt építész. A Brenner családban általában a Jánosok vitték tovább az építés szakmát, és ő épített Szombathelyen több épületet. Azt nem szokták emlegetni, az Éhen Gyulát, mint polgármestert emlegetik azért, mert sok mindent tett, de nagy adósságot hagyott a városra. És ezt az adósságot, ez tulajdonképpen az én nagyapám síkálta el, mégpedig azzal, hogy a testvére olcsón épített a városnak. Édesapám ugye a 10. gyerek volt, amint említettem. Ő hát mind fiatal, mind főiskolás, meg középiskolás, hát nagyon vallásos gyermek volt, járt, majdnem minden nap misére járt, és a nagymama kiszemelte őt, hogy hát talán ő lesz pap, és az édesapámnak eszébe se volt, hogy pap legyen, hogy a papsághoz hivatás is kell. Megnősült 1929-ben, édesanyám fölvidéki volt, ő lejött ide Szombathelyre, és itt ismerkedtek meg. És hát édesapám utána is, mikor már ugye családapa volt, akkor is folytatta a vallásosságát. Mindig, minden nap ment templomba, latin-magyar misszáléval, meg minden nap rózsafüzérezett, sokat utazott, ugye ellenőrzött gyárakat, meg üzemeket, és akkor sokat kellett utazni, és mindig a zsebébe volt a rózsafüzér, a vonaton a rózsafüzért imádkozta. Édesanyám is, hát egy jámbor és vallásos volt, de ő a családot látta el. Tehát ő neki annyi ideje nem volt az imádságra, meg a szentmisékre. De amit édesanyámtól tanultam, az egy nagyon fontos dolog volt. Éppen az idei évben a felebaráti szeretetet. Háború után voltunk, hát nagyon kevés anyagi pénz volt, meg hát anyagiak nagyon szüken voltak, és ennek ellenére édesanyám segítette a nagy családokat. Volt egy-két olyan szombathelyi nagy család, 9 gyerekesek, akiket édesanyám segített, abból adott, ami nekünk volt. És a másik pedig akkoriban volt az, azt nagyon jól emlékszem, amikor a pedagógusokat elbocsátották azért, mert templomba jártak. Volt egy ilyen család, pedagógus család, akiknek az édesanyám mindig csomagokat adott. Mondom, abból a kevésből, ami volt nekünk. És az volt a filozófiája, mondta nekünk, hogy ha én valakinek adok, akkor 3-szor annyit kapunk vissza. Úgyhogy édesanyámtól ezt tanultam meg. Édesapám vallásossága az meg befolyásolta azt, hogy mi gyermekek, papok lettünk. Ez nagyon egyértelmű volt a családon belül? Soha senki nem tiltakozott ez ellen? Erről nem is beszéltünk. A legidősebb testvérem az gyerekkorában papnak készült. Az olyan volt, mint az Arany János mondta, hogy a fiúból pap lesz, akárki meglátja. Ő mindig arra készült. Mi ketten, másik testvéremmel később határoztuk el, úgyhogy amikor az idősebb testvérem Zircen volt, mint novícius, ő ott tudta meg, a levelezéséből tudta meg, ott tudta meg, hogy mi is papnak készülünk. Ez abszolút senki, ugye a családban ez nem lett körülbeszélve.
amikor én elhatároztam, akkor együtt mentünk édesapámmal a partba, a Brenner partba, és akkor mondtam neki, hogy hát mit szólna hozzá, ha én is elmennék papnak. Ez a kérdés azért volt, mert ugye a megyei tanácson dolgozott, és mondták, hogy látszik, hogy megbízhatatlan, mert két gyermeket papnak nevel, ugye ezzel, és édesapám azt mondta nagy bátran, hogy kérem, bocsánat, nem kettőt, hanem hármat. Ugye én ettől féltem, hogy hát mit szól hozzá, hogyha én is nekiindulok papnak. Milyen volt a kapcsolat a gyerekek között, a három fiú testvér között? Az idősebb bátyám, aki papnak készült, az kicsit komolyabb volt, mint mi. Mi a Jánossal ugye, hát nem is annyira korba voltunk, annyira közelebb, de hát mi közelebb voltunk egymás, mert mi közösen sok mindent csináltunk. Ez azt jelenti, hogy jóban-rosszban együtt voltak? Jóban-rosszban, igen. Ez azt jelenti, csibészkedtünk, és amikor dolgozni kellett, akkor együtt dolgoztunk. Ugye minden két évben volt nálunk. Majdnem, hogy megszokták azt, hogy új misék voltak. Szerény új miséket tartottunk a zárdába. Ott a unokatestvérem volt plebános, zárdába, és azért ott tartottuk nála, de nagyon szerény. Mai szemmel nézve az egy borzasztó szegényes és szerény újmise volt. Az ebéd az még mindig otthon volt, ami két szobánkban, úgyhogy nagyon szerények voltak. De a szülők örültek. Soha egyetlen szó nem volt arról, hogy miért megyünk papnak. Sőt, az nagyon örültek, mikor mondták az emberek a szüleimnek, hogy hát akkor nem lesz gyerek, meg unoka, és akkor mindig a szülők mondták, hogy nem is fog hiányozni, mert a pap gyerekek azok helyettesítik. Brenner János 1955. szeptember 1-én kezdte meg kápláni munkáját dr. Kozma Ferenc plébános mellett a magyar-osztrák határ közeli Rábaket helyen. Én voltam nála 1956 nyarán. Akkor kaptam utolján hatásávot. 57-ben már nem adtak hatásávot, nem engedtek oda. Akkor voltam, és akkor tapasztaltam az ő pasztorációját, meg azt megtapasztaltam, hogy mennyire szeretik. Végig vitt a falukba, az öt faluba, akkor már volt egy kis motorja. Elvitt családokhoz, minden faluba elmentünk családokhoz, és ott láttam azt, hogy mennyire jöttek hozzá a fiatalok a plebániára. A motorra haragudtak az akkori hatalmasok, mert motort akkor csak kiutalásra lehetett venni. Tehát csak az lehetett motort, akinek kiutalása volt. És a János úgy jutott a motorhoz, hogy az, aki, hát mit tudom én, pártag vagy mi volt, kapott kiutalást, az megvette a motort, és a János egy kicsit nagyobb pénzért átvette a motort tőle. És akkor még a papoknak nem igen volt motorjuk. Úgyhogy hát nem szívesen vette a hatalom, hogy ő a hittanórákra meg a faluvakba motoroljál. Az egy intőjel volt, hogy őt a motor balesettel akarták esetleg félretenni? Az nem csak intőjel, az az első próbálkozás volt, szerintem. Ugye az csak nem volt jól megtervezve. Ment Farkasvára hittanórára, és akkor hát az ismert a farkasvai út, erdőbe megy, föl le és kanyarog, és ott valahol, szoktam nézegetni, hogy hol, de sose jövök rá, hogy hol, ott valahogy előugrottak a erdőből, és fahasábokat szúrtak a motor elé. És a János ezeket kikerült, és megmenekült. Akkor ő utána elmondta a plebánián, mi nekünk nem, a család nem tudta. És ezután, mikor ez nem sikerült, a bajszos püspök, akkor ugye Prazsák nevezetű volt, az hírhet volt az egész országban, az bejött a Kovács Sándor püspökhöz, és azt mondta, hogy tessék elhelyezni azonnal a Brenner Jánost onnan. A püspök behívatta a testvéremet, a testvéremnek mondta, hogy el akarnak téged onnan helyezni. És erre azt mondta a testvérem, hogy püspök úr, még sok munka vár itt rám, a második éve volt ott. Azt mondja, én nem félek senkitől, még semmitől.
És erre a püspök mondta, hogy jó, hát akkor maradj. És mikor ezt meghallotta ez a bizonyos bajszos püspök, akkor azt mondta, hogy maguk lássák a következményét. A család tudta ezt a beszélgetést, illetve ezt a kérést, hogy... Nem, ez mind utána sült ki. Tehát nem tudták azt, hogy őt megfenyegették, illetve hogy veszélyeselkedik. A család ezt nem sejtette. 1957 karácsonyára készülve a testvérek János és József Szombathelyen találkoztak. Jó hangulat volt, bent voltunk a városba, és valamelyik üzletbe azt mondták, hogy fiatal emberek. Ez nekünk nagyon tetszett, hogy fiatal emberek. Esetleg ő említette azt, hogy körülötte úgy érzi, hogy baj lehet? Nem. Tehát, hogy próbálják nem. ellehetetleníteni? Nem is beszéltek erről? Hát ugye ez mindegyikünk körül volt ilyen. Hát azon a nyáron én is voltam Budapesten a Gyorskocsi utcában. Úgyhogy ez mindegyikünknek veszedelem fenyegette, aminek az volt az érdekessége, hogy összetévesztettek bennünket, és először az idősebb testvéremet, ugye azt nagyon gyömöszölték, hogy ne tagadjon. És akkor rájöttek, hogy van magának paptestvér, azt mondja, igen, kettő. És az, hát akkor melyik, ugye letelefonáltak a lent lévő papnak, hogy melyik van szó, és mondta, hogy a Józsefről. És akkor hívattak telefonon, kizárólag telefonon ment ez. Hívattak. Édesanyja, édesapja tudott ezekről a dolgokról? Tehát ővelük megosztották? Hát azt tudták, hogy engem hívtak, mert akkor még otthon laktam, mint újmisés. Hát ő tudtak, de Jánosról nem. A karácsonyra úgy készülődött a család, ahogy a szeretet jegyében azt mindig is tette. Küldök karácsonyra egy szép fát, és azt írta hozzá, ha nem tetszik, akkor írják meg, és egy még szebbet fogok küldeni. Először megjött a levél, utána megjött a fa, és nem sokkal utána, pár nappal utána jött a hír, hogy a Jánost meggyilkolták. 1957. december 14-én éjfél körül egy 17 éves fiatalember hívta el a plébániáról Brenner Jánost, azzal a kéréssel, hogy súlyos beteg nagybátyját kellene ellátni a szentségekkel. A fiatal plébános a dombtetőn keresztül vezető koromsötét gyalogúton azonnal elindult Zsida felé. Útközben többször megtámadták, és 32 késszúrással kivégezték a máig ismeretlen tettesek. Ezt a fát nem állították fel a szüleink, karácsonykor nem is volt karácsonyfa, ez 18-án volt a temetése. És attól kezdve, hát édesapám még 3 évig élt, attól kezdve nem volt karácsonyfa, édesanyám nem engedett, haláláig nem engedett karácsonyfát állítani. Én állítottam Betlehemet, ugye akkor vele laktam hosszabb ideig, és Betlehemet állítottam. Szüleimnek táviratot küldtek. Én úgy gondolom, hogy Szent Gotthárdról, vagy a Szent Gotthárdi plebános, vagy a Rábakethelyi, inkább a Rábakethelyi plebános. Ezt a szülők mesélték el, hogy édesapám kiment a csöngetésre a kapuhoz, és ott volt a postás, és átnyújtott neki egy táviratot. Ugye akkor alá kellett írni, az édesapám ugye befelé fordult, és minden ember kíváncsi a táviratra, ugye távirat manapság már nem igen létezik. Kinyitotta a táviratot, és abba volt bent, hogy hát a János hirtelen meghalt. Azt nem vagyok biztos benne, hogy meggyilkolták, azt nem volt benne. És akkor bement az édesanyámhoz, és mondta, hogy hát távirat, és ugye mondta, és bementek a szobába, és mondta édesapám neki, hogy a Jancsi meghalt, és azt ugye úgy mondták el, hogy akkor leültek egymással szembe, és nem tudtak megszólalni. Akkor lentibe voltam, a templomba voltunk ketten káplánok, ott rendezkedtünk, befutott egy fiú, és mondta, hogy tisztendő, jöjjön, mert távirat van. És kérdeztem, hogy melyikünknek, mondta, hogy hát magának, és akkor táviratot kinyitom a plebánián, és hát ott van, hogy a Jancsi meghalt hirtelen. Én azt hittem, hogy motorbaleset érte. Mondom, hát telefonálunk valahová Szombathelyre, akkor nagyon kevés telefon volt még, hogy vagy Püspökvárba, vagy valamelyik plebániára. Akkor elmentem a postára, és mondtam a postás kisasszonynak, hogy
emiatt szeretnék szombathelyet. És azt mondta, hogy tisztendő, nem fontos, mert én meg tudom magának mondani, hogy a testvérét meggyilkolták. Azt mondja, mi a postán egymás között ezt már megbeszéltük, de hogy, azt nem tudta megmondani. És ugye én akkor azonnal hazamentem, nem sokára megérkezett a László testvérem, őt pedig az ottani spirituális, tehát az én mostani, mint kollégám, nekem is ő volt a spirituálisom, behívatta, és azt mondta, hogy László, baj van a testvérével. Azt mondja a testvérem, hogy mi történt, meghalt. És azt mondja, motorbaleset, nem, azt mondja, annál rosszabb, meggyilkolták. Hát a szüleim azok teljes oda voltak, hát édesapám tartotta magát, az biztos, de nagyon oda voltak. Én édesapámmal jártam aztán intézkedni a dolgokba, de hát nagyon le voltak törve, és hát én szerintem ez belejátszott abba, hogy édesapám 3 év múlva meghalt. Arra már pontosan nem emlékszem, hogy talán 3/4 órát késett a holttest. És tele volt a szalézi templom, még kint is voltak, tömve, és ilyen civil ruhába öltözött emberek jártak körül, és mondták, hogy ne várjanak, úgyse hozzák a holttestet, ne várjanak, menjenek haza. Senki nem mozdult. És hát ott volt a Kovács püspök úr, az asszisztencia, a seregélyi érsek úr volt az egyik, mert évfolyamtársa volt a Jánosnak, a másik évfolyamtársa azok volt az asszisztencia. És ugye vártunk, és egyszer csak kezdtek mozgolódni hátul az emberek, és mondták, hogy meghozták a holttestet, és amikor úgy behozták a templomba, akkor úgy fölsívt a tömeg. És akkor kezdődött ugye a temetés, és a püspök úrnak a beszédé az ismerős, hogy hát ugye mind vértanút emlegette a beszédébe. De ugye ezek merész dolgok voltak, mert ugye akkor nagyon figyelték. A nyomozás, valamint a tárgyalások a család bevonása és tájékoztatása nélkül zajlottak. Akkor bennünket nem hívtak meg a tárgyalásokra, mert akkor utána volt egy csomó tárgyalás. Oda nem hívtak meg. De minket, a két testvért, Szent Gotthárdra megidéztek a rendőrségre, engem 2-szer, a bátyámat meg 1-szer. Amik elég sötét dolgok voltak, olyasféle kihallgatások voltak, mint hogyha mi lettünk volna gyanúsítottak. Ugye hát 2 egyházi ávós, akiknek a nevét jól tudom, meg mindenki ismerte, azok vezették a nyomozást, és hát oda minden ilyen vádlottat leütettek, várattak, és akkor én, mikor jött ki a főnök, akkor szembeálltam vele, és azt mondtam, hogy mit akarnak, ha nem mondják meg azonnal, itt hagyom az egészet. És akkor hát gyorsan behívtak. Hát ugye a lényeg az volt, hogy megtudjanak tőlünk adatokat, hogy valahogy ugye valamire kiinduljanak. Édesanyját is beidézték? Nem. Meghallgatták? Kihallgatták? Nem. Édesapját sem? Édesapámat sem, nem. A Jánost ugye valahol, azt pontosan nem tudni, ahol a kápolna van most. Valahol ott a kápolna után ott kezdték ugye gyilkolni, meg szurkálni, és amikor már tehetetlen volt, akkor lehúzták a dombon. És ott volt az iskola mellett pedig Sonfalvéknek a háza. És a Sonfalvéknek a házának a hátsó kertjébe oda húzták, azzal a szándékkal, ott volt egy száraz kút, és ott a száraz kútba akarták bedobni. Akkor még élt egyébként. Egyébként ez volt akkoriban a módszer. Öskübe is a kútba dobták a káplánt, meg a Tiszába dobták a meggyilkolt papot, oda akarták bedobni. De ugye a nagy zajra, és egy farkas kutya volt ennél a háznál, ugye a nagy ugatásra, Sonfalvék meggyújtották a kertben a villanyt, és kijöttek.
és amikor ott mozgás volt, és kijöttek, ezek a sötétben eltűntek, és ott hagyták a testvéremet, még ott a földön fekve, amikor ő még élt és hörgött. A Somfalvi néval én akkor találkoztam, 89-ben, ő nem tudta, hogy én ki vagyok. Elmondta, hogy mi volt, és azt mondta, hogy ő még a hitét is elvesztette, mikor látta, hogy a Jóisten hogy engedhet meg ilyent, hogy így, mert hogy a nyaka el volt vágva, meg vérzett. És erre mondtam neki, hogy nem a Jóistentől függ, hanem az éppen azoktól függ, akik istentelenek és ilyenre képesek. Mondtam, hogy én egyébként az ő testvére vagyok. Édesanyja megnézte valaha is azokat a ruhákat, amelyeket viselt testvére? Az egy nagyon érdekes történet volt, hogy a rendőrségtől a nyomozást, az első nyomozáskor visszaküldték egy dobozba, ilyen papírba volt becsomagolva a Jánosnak a ruháit. És akkor, hát édesanyám persze, hogy nem is mertük édesanyámnak megmutatni, fölvittük a padlásra, és ott a padláson őriztük. 8 év múlva, mikor elővették a Kócán Tibort, aki kihívta, ugye arra fogták rá, akkor elkérték a nyomozók, hát ugye mi úgy mondtuk, hogy ávósok, elkérték a ruhákat úgy a csomagba, amint volt, elkérték. Édesanyám pedig megzsarolta őket, azt mondta, hogy csak akkor adom oda, ha a testvéremnek hatásávot adnak a másik testre, a másik fiamhoz, az idősebbé. Hát akkor egy-két hónap, nem sokra, de egy-két hónapra így megszerezte nekem a hatásávot, akkor ezt elvitték, újra visszakörülték, visszatettük a padlásra, édesanyám meghalt. És az egyik évfolyam társam utána egy évre, két, másfél évre, évfolyam társam jött és azt mondta, hogy te, van egy súlyos beteg, aki egy pici kis darabot szeretné a testvérednek a ruhájából, hogy adjál. Hát mondom, az föl van a padláson, bent van a doboz. Azt mondja, hozzuk le, és nézzük meg, és bontsuk ki. És ő vele lehoztam, kibontottuk, hát úgy megmaradtak a ruhák, amit most is ki szoktuk állítani, kivéve a téli kabátot. Azt a molyog teljesen, az egy olyan körcsomó volt, azt az udvaron elégettük, a többi ruhát azt pedig megtartottuk. Ez egy szombathelyi pap volt, nem tudom, említsem-e a nevét, meghalt, alá is írta nekem a lapot, az írást a boldogavatás miatt, ami ugye azért nem lett beadva. Őt minden szerdán bevitték az ávóra, ide Szombathelyre, és be akarták szervezni. Elmondta, hogy hogyan ütötték, hogyan vallották, és akkor olyankor mindig azt mondták neki, hogy te is úgy akarsz járni, mint a Brenner János. Tehát azzal fenyegették őt. 89-ig erről nem is lehetett beszélni. Tehát a János az tabu téma volt, nem lehetett beszélni. 89 után akkor szisztematikusan igyekeztünk összeszedni az adatokat. Főleg akkor, amikor szó lett, hogy boldogavatásról. És akkor ugye ez is, az is hozzászólt, és akkor jelentkeztek osztálytársai is. Édesanyámmal voltam 30 évig, vagy még egy-két évvel tovább is. Egész haláláig együtt voltam vele. Beszélt az édesanyám többször is, amit mindig olyan nagyon fájlalt, hogy ugye a halála után, a testvérem halála után senki sem beszélt róla. Az egyházban sem, vagy a püspökségen is, senki sem beszélt róla. Fényképeket levetették, Győrben is, ugye, ha jól tudom. Győrben is levetették, a rendőrök elvették a fényképeit a Magyar Laki templom megáldásakor, és a Kozma ösperös úr egy pietát csináltatott az emlékére, amit a Magyar Laki új templomba be akart tenni, nem engedték. Ugye az írásban úgy van, ezek szegények nem tudták, hogy mi az, hogy pieta, az írásban az volt, hogy a Jánosról akartak szobrot beállítani, és a Kozma ösperes úr az egy nagyon talpra esett ember, világot látott, hát párizsi magyar lelkész volt. A Rába-Kethelyi templom mellé mind egy temetői síremléket tetette be,
ami mind a mai napig ott van. Tulajdonképpen a János halála után nagyon sokan tartottak ott a falukból kapcsolatot ővele. Meglátogatták, jöttek Szombathelyre. Volt egy pap is onnan, akit még a János tanított iskolába, általános iskolába, az is gyakran járt édesanyámhoz. Ugye általában sokan jöttek a papok hozzánk, három testvérnek három sok pap barátja volt, és az édesanyám ugye a papokat mindig még saját gyerekeit úgy nézte, meg veregette a hátukat, hogyha délben jöttek, akkor mindig volt ebéd a papoknak, ha az övét kellett odaadni, akkor az ő ebédjét adta oda. Amikor Jánosnak a halál hírét megkaptam, ugye mondtam, hogy Lentiben voltam, ott 7 falu volt, az egyik nagyobb faluba erdőn keresztül jártam, és hát akkor előfordult olyan, hogy biciklivel ugye világítottam, és van árnyék volt mögöttem, egy kicsit úgy megdobogott a szívem. Egyszer megmentem, és a árokból fölemelkedett előttem egy ember, nem tudom, valamit akart, akkor is ugye benyúltam a zsebembe, a nagy kulcsot megfogtam. Hát mondjuk így, akkor úgy, hogy az ember úgy érezte egy kicsit. Én szerintem egy lelki háttérrel bíró ember, ami mind a két szülőm volt, az volt, meg a testvérem is az volt, azok föl tudnak dolgozni ilyen lélekben. Ezt az nem tudja földolgozni, akinek nincs lelki háttere. Az biztos, hogy édesanyámnak ez fájt, mert a halála előtt is még a Jánost emlegette. Meg azt emlegette, hogy ugye a Jánost nem eléggé becsülték meg, emlegették. Ez biztos fájt. Amikor én a Brenner iskolát ugye felszentelte a püspök úr, akkor hát ott voltam a díszvendégek között a Brenner iskolánál, és hát már előtte is a püspöki iskolát, mikor átnevezték Brenner iskolának, én voltam az iskolában a gyerekek között, a Jánosról beszéltem, de hát nagyon meg voltam elégedve, hogy emlegetik őt, mi névadót gyakran emlegetik és beszélnek róla. Az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Ez volt az ő újmisési elmondata. És ez valóban így van. Ez az ő életére is el lehet mondani. Meg mindegyikünk életére. Brenner Jánosnak, a Szombathelyi Egyházmegye vértanú papjának boldoggá avatási eljárása 1999-ben kezdődött. 2008 nyarán az eljárás első, egyházmegyei vizsgálati szakasza véget ért. A bíróság az eljárás során 34 tanút hallgatott ki. A történészek összegyűjtötték és feldolgozták a Brenner János személyével és korával kapcsolatosan fellelhető levéltári anyagokat. A teológusok és más szakértők az írásait vizsgálták meg. Az eljárás Rómában folytatódott, az összefoglaló a pozíció beérkezését követően. A történészbizottság, a teológusok, majd a bíborosok összegző véleményét követően a kongregáció bíboros prefektusa az egyházfő elé tárta az ügyet. Ferenc pápa 2017. november 8-án jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri Brenner János vértanúságát. Boldoggá avatása 2018. május 1-én lesz Szombathelyen, a Székesegyház előtti téren.